Ezen a hétvégén rendezik az uglói óvodások sportversenyét, az Ovi Kupát, ebben az esztendőben az öttusa lesz fókuszban. Nagy Mária Mária, 11. kerületi pedagógiai szakmai szolgáltató intézet szaktanácsadója a vendégen, és hát ha tusa, akkor ki más is lehetne, mint Martinek János, többszörös olimpiai világ és Európa bajnok szervusztok. Jó, Jó reggelt kívánok! Hát annál is inkább, mert én olyan, bármilyen sportág volt, azért te minden évben ott voltál, te gyakorlatilag nyugodtan mondhatjuk, hogy már Tizedik éve vagy a Tizedik éve? rendszer Igen, Hát Igazából amikor bekerültem az uglói Sportközpontba, mint sportszervező, onnantól kezdve kerültem kapcsolatba ezzel a versenyrendszer is, uh -huh. és hát játékos vezetőként azt lehet mondani, hogy irányítom a sorversenyt, amit az óvodásoknak végre kell hajtani, és hát az elmúlt uh -huh. évek, ugye a 12-es olimpiától kezdve a sportágak kerültek előtérbe, nem csak a játék, és akkor az olimpia szellemébe zajlott, és azóta pedig egy-egy sportág adott mindig programot vagy lehetőséget annak, hogy megmutassa magát az óvodások körében is. Igen, Ildikó, hát azért egy, úgy gondolom, egy kiváló alanyt sikerült találni Abszolút. erre a feladatra, nem? Igen, Tehát Nekem is volt alkalmam személyesen látni többször, hogy elképesztően jól bánik a, az ovis generációval Abszolút. is. Abszolút, a oszlopos tagja már a versenynek, sőt, nélküle már meg se tudnánk szerintem rendezni. Mm. Nagy segítséget jelent egyébként, most különösen a szakmai vonatkozásban, hisz, hisz minden egyes alkalommal, de most különösen segített abban, amikor a gyakorlatokat összeállították a pedagógus oda pedagógusok, hogy, hogy jó irányt vegyünk. Én azt azért nagyon fontosnak tartom, mindig, minden esetben, minden versenynél, hogy a gyakorlatok, mindegy, hogy milyen sportáról legyen szó, illeszkedjenek a, a, a hat éves korosztályhoz, Persze. a gyerekekhez, mm -hmm. mert azt gondolom, hogy, hogy, hogy akkor élvezik igazán a gyermek, hogyha magáinak érzi bármilyen. És hát hogy tűnik, ugye most már azért a sorozatnak a tíz éves történetéből, hogy ez, ez valóban egy nagyon jól sikerült kezdeményezés volt, amely azért hál Istennek az utolsó évek ki is tudott lépni a kerületi keretekből. Igen, igen, volt szerencsénk fővárosi szinten is megrendezni két alkalommal tulajdonképpen ezt a jellegű versenyt. Mindig ugye a támogatóktól függött természetesen, hogy mennyire tudtak bennünket szponzorálni. Igen, nagy szerencsénk volt abban, hogy, hogy, hogy az elmúlt években ez, ez sikerült. Az idei évről még nem tudok nyilatkozni, hogy mi lesz a jövőben. Az egyébként ugye emlékezhetünk a 2012-es évre, <coughs> bocsánat, amikor ugye az olimpia volt a fókuszban. Igen. Mi volt a tapasztalat, hogy ezt a, ezt a generációt, ugye a piciket, mennyire lehet ezekre... A dolgokra úgy ösztökélni, hogy a játék mellett azért értsék is, hogy itt, itt azért egy picit komoly dolgokra is szó van. Tehát, mm -hmm. hogy a sport azért igen, az verseny. De nagyon jól lehet őket ösztönözni. Szerencsére az óvodai nevelés rendszerében a testnevelés azért az kiemelt szerepet foglal el, különösen a szabadmozgás. Uh -huh. Ez a gyerekeknek a szabadmozgása a játék a legfontosabb tevékenysége, de emellett a nagycsoportos korosztálynál már a testnevelés, a szervezett testnevelés foglalkozások azért lehetőséget adnak arra, hogy bizonyos gyakorlatokat azért már megtanulják vagy olyan sportágakat megismerjenek már nyilvánvalóan a, a rendszeren belül is, de kilépve egy, egy, kerületi versenyre, egy kerületi szintű megmérettetésre, ott azért, ott azért nagyobb fókusz kap a pedagógus részéről is az, hogy akkor most az adott sportágra koncentráljanak a gyerekek. Így igaz. <tos> <tos> ugye maga az öt tusát azért az, az, nem öt tusaként indul, az nem a pici gyerekek sportja, ha bele kell nőni, az ugye egy-két tusával indul, és az ember szépen veszegeti hozzá, ugye, ahogy, ahogy nő és halad előre az egyre nehezebb és nehezebb feladatokat mondjuk a végén a lovaglásra uh -huh. nyilván. Mit lehet ebből a mozgáskultúrából uh, csúnya szóval visszabutítani, de azért úgy, hogy megtartani az ötus a jegyeit annak érdekében, uh -huh. hogy azt mondhassuk, hogy ezt a sportot próbálják a gyerekek. Azt lehet mondani, hogy az ötusában azért próbálkozunk, mi már elég régóta, van egy ötus a Kölyök Park is, ami játékos formában mutatja be sportolunkat. Itt az óvodásoknál próbáltunk olyan játékokat kitalálni, ami közel hasonló mozgást ö, hoz ki a gyerekekből, mint mondjuk a játék. Lehet azt mondani, hogy egy ilyen pántal megoldva az első gyerek egy fölveszi magára, mint egy hátizsákot a pántot, a másik pedig egy ilyen szárral vezeti, és ö, úgy kell végig a lovaglást azt, azt így oldottuk meg, akkor vannak ezek a deszkák, amik ugye négy keréken gorulnak, arra fölfeküdve egy oszlop és sáv között kell végig úszniuk, tehát a, az úszó mozgást gyakorolni, és hát azt gondolom, a lövészetre van egy kisebb ilyen játékfegyver, amivel pingponglabdákhoz hasonló golyókat kell kilőni egy célba, uh -huh. illetve olyan akadályfutópályát, mivel hogy terefutásról van szó, Persze. amit használnak eleve az óvodai képzésben, azok az eszközökkel próbáltuk, hogy olyan megmutatni nekik azt, hogy milyen is egy ötus, a mennyire változatos és mit tud produkálni. Így igaz, hát ugye vívás már volt az elmúlt években. Így van, van, hogy az az van. Években. vívás azt azért nem mond, az volt az, Igen, az elmúlt években, most is illetve most is lesz, lesz. Igen. tehát uh -huh. itt a vívásnál is például el kell találni tárgyakat, le kell lökni arról uh -huh. a helyszínről, ahova föl lesz rakva és akkor úgy Utással visszaváltva tudnak. Igen, hát ugye mindig azért a nagy évek nagy eseményeihez igyekeztetek igazítani, ugye a sportág specifikus választás pont éppen, amikor a Vívó Világbajnokságnak Magyarország adott otthon, abban az évben volt fókuszban éppen a vívás. Mi volt a tapasztalat egyébként, hogy lehet-e azt lekövetni, hogy azon gyerekek, akik egy ilyen megméretetésben részt vesznek, kinyílnak-e jobban mondjuk adott esetben a versenysportokra ezen műfajok közül? Igen, igen, biztosan, remélhetőleg, mert hogy azért kicsi gyerekekről beszélünk, tehát azért a kimenetről még nem tudom Persze. beszámolni. Tehát a, a generáció még nem nőtt igen, fel, még nem nőtt, a kiből, de azért, ha, ha itt tartunk, akkor meg kell említenem egy nagyon nagy érdekességet, mikor szerveztük a versenyt, és arra gondoltam, hogy kik lennének azok a az olimpiai bajnokok, világbajnokok, aki esetleg meg lehetne hívni, Regős Gergőt tudnám említeni, ugye a Kenanying olimpián nagyon szépen szerepel, ugyanis zugló jogodás volt, és annak idején itt kezdte a pályafutását wow. <Wirtime> é, <t Museum> áh, ú, tulajdonképpen. De azt gondolom, hogy a sport az minden tekintetben nagyon fontos a gyerekeknek, különösen a mai <Wirtime> áh, világban, amikor a digitális eszközök azért nagyon teret nyernek az életükben, ami nem baj természetesen, hiszen ezekkel is meg kell ismerkedniük. De a szabadmozgás és a sport az azt gondolom, hogy most elengedhetetlen. És egy ilyen jellegű verseny az lehetőséged ad arra, hogy a szülők egy kicsikét tovább gondolják, hogy, hogy lehet a gyermekeiket esetleg valamilyen irányba elvinni uh -huh. komolyabban. Hát a sport felé az alapfeladat alap azért ugye a mozgás szeretetére nevelés. Igen, igen. De, de azért kíváncsi lennék, Janó, mert ugye itt mindig, mindig nagy dilemma. Uh -huh. uh, mondjuk úgy veszi ezt a, ezt a témakört körül, hogy lehet-e, szabad-e a, versen... a gyerekeket ebben a korban versenyeztetni. Téged kérdeznének, mert hát nem csak mint, mint egyébként gyakorló apa, ha mm. már nagyon-nagyon lányad és gyönyörű, de nyilván, nyilván versenyző között éltél, nőttél fel, Meg, meglátszik-e, megcsillan -e ezeknek a gyerekeknek a szemében a, a győzelem öröme, a, annak a mámara, amit a, a verseny maga jelent? Feltétlenül itt a nehezebb az, aki éppen nem győz, hiszen a győztes, győztesnek mindig jobb. Aki nem győz, azt kell egy kicsit jobban is tápolni, Azt gondolom, hogy a versenyszemlet szellem az benne él a gyermekben, bennem is bennem él, tehát én a iskolában is a sorversenyt nagyon-nagyon szerettem és élveztem, annak ellenére, hogy mellette már a versenysportot nagyjából őztem. Tehát látszik rajtuk, tehát ők mindenféleképpen győzni akarnak, előrébb akarnak végezni, és euh, itt kell nagyon óvatosan bánni, ugye régebben, amikor sorverseny volt és egymás mellett voltak, és lehetett látni azt, Egyébként. hogy kiért be hamarabb, hogy merre meddig, nagyon sokszor a szülők is, meg más is másképp láttam, mint én. Szóval nem csak a gyerekekben volt válsói <hállt> <van>, szellem. abszolút, <hállt> és hát <hállt> ö, most ö, ugyanolyan formában, mint tavaly az atlétikánál, állomások lesznek, és az idő és a szám fog eldönteni mindent. Így, így talán az van, hogy saját maguk ellen versenyeznek, nem akkora az egymás közötti versenyszellem, saját magukat és az időt, illetve a azt a tudást kell legyőzni, ami bennük van. Tehát nem egy, nem egy, olyan rivalizálásra megy a dolog, amiben adott esetben a vesztes jobban érzi a, a, a hogy mondjam, a veszteség súlyát, hanem kifejezetten a, a saját maguk legyőzése lesz, van, és és ő ő a feladat. pont ennek köszönhető az, hogy minden évben azért minden gyermek kapott valami Én. olyan ajándékot, mm. vagy bármilyen formában díjazva lett, Igen. és így senki sem érzi magát, hogy úgy mondjam, Va, nem, nem marad bennük hiány. Na, szóval. igen, ez Igen, ez nagyon fontos egyébként, uh -huh. hogy itt nyilvánvalóan a verseny az általában azt jelenti, hogy az első három az biztos, hogy kap valamit, igen. a többi pedig <gül> <gül> egy pár jó szót. Itt nagyon fontos a korosztályra ügyelve, hogy minden gyerek személyre szabottan is kapjon ajándékot, és élvezze a mozgást, és úgy, úgy menjen el, hogy jól érezte magát, egy kellemes életet töltött a szüleivel együtt, a családjával együtt, és szabadon mozgott, sportolt, és megismerte ezt a fajta sportágot, mert ugye az a célunk azért, hogy, hogy népszerűsítsük Ugyan. az ötusát. Na hát akkor ezen a hétvégén, tehát szombaton, ugye? Igen, igen. Ismételt ígen. a Rofi a helyszín. Igen, a helyszín a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola, és meg kell említenem, hogy az önkormányzat, az Uglai Önkormányzat támogatásával tudjuk a gyerekeknek az ajándékokat kiosztani, valamint az a Szövetség is ott áll mellettünk, nem csak szakmai szponzorként, hanem anyagi támogatóként is, és meg kell említenem a Tücsök mert az idén, ő, idén ők a társzervezői mert nélkülük azért nem sikerül. Ez minden esetben, hogy minden egy jól, jól, más jól, voda, jól, és jól, most a tücsök És jól, jól, hát ez az iskolában annyira jó a kapcsolatom, ugye, hogy az olimpia, igen. olimpiát követően, hiszen olimpiai iskoláról beszélünk, igen. a dr. Mező Ferenc általános iskoláról. Annyira jó kapcsolatom, hogy a tornatermet is rólam nevezték el, tehát mondhatni az, Igen. hogy hazamegyek, és az a környezetben lesz. Váló, szépen, Igen, legideálisabb. Hát, kiváló, kérem szépen tartok, hogy Martinak János tornateremben, és a dr. Mező Ferenc általános iskolában ezen a szombaton, Ovikupa Kupa öttusával a Fókuszban, hajrá! Köszönöm szépen! Mi köszönjük a lehetőséget!